Hazai ellenzéki közszereplő is felkerült a Brüsszelben megjelenő politikó című lap Európa legbefolyásosabb személyiségeit bemutató listájára. A politikó minden évben kiválaszt 28 személyiséget, akik szerintük alakítják, illetve befolyásolják a kontinens közgondolkozását, fejlődési irányát. A listát Matteo Salvini szélsőjobboldali olasz politikus vezeti. A politikó listája minden évben heves vitákat kavar. Európa legbefolyásosabb személyiségei közé ugyanis sok esetben kerülnek ellentmondásos személyiségek, nem csupán politikusok, hanem társadalmi aktivisták, nagyhatású gondolkodók is. 2015-ben Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt a politikó kiválasztottja Európa legbefolyásosabb személyiségeként, abban az évben, amikor a magyar határ lezárásával nekiment a hidegháború utáni politikai rendnek. Orbán Bánt ezen a listán konzervatív bomlasztóként jellemezték. Az év idei embere az olasz Matteo Salvini a nyáron foglalta el a miniszterelnök helyettesi posztot, és megrögzött euroszkeptikusként belülről próbálja bomlasztani az uniót. Célja egyesíteni a tagállamok szélsőjobbos nacionalista erőit, a májusi EP választások után pedig elfoglalni az Európai Bizottság elnöki posztját, majd átformálni az egész európai berendezkedést. A további 27 szemét a cselekvők, az álmodozók és a bomlasztók kategóriákba sorolták. Az utóbbiba tartozik a lista egyetlen magyar és egyetlen román személyisége is. Pardavi Márta a Magyar-Helsinki Bizottság társelnöke. A szervezetnek, mint ellenzéki civil szerveződésnek egy nyáron elfogadott jogszabály értelmében 25%-os úgynevezett bevándorlási díjat kellene fizetnie. Ezt azonban megtagadta. Pardavi azt nyilatkozta, legnagyobb félelme, hogy a most 8 éves fia nem egy szabad országban nő fel. Romániából a 102 éves filozófus Mihály Sorrá neve található a listán. A kommunista börtönöket megjárt Sorrá 1989 után rövid ideig tanügyminiszter volt, azonban később a baloldali kormányok egyik leghevesebb kritikusává vált. Jelenleg a kormány ellenes tüntetések egyik szimbolikus alakja, ahányszor csak teheti, feltűnik a demonstráló tömegben. A listán található többi névzöme saját hazáján kívül kevésbé ismert, de van néhány olyan, akikről tudhatjuk, hogy kicsoda. Ilyen Jeremy Corbyn brit munkáspárti vezér, Juliát Timoshenko ukrán ellenzéki politikus, vagy Barbara Novácká lengyel baloldali politikai vezető, aki jobboldali pártokkal fogott össze, hogy megbuktassa a jelenlegi jog- és igazságpárt vezette euroszkeptikus kormányt.